Sokan kérdezték tőlem az utóbbi időben, hogy mikor lesznek újra horgászfilmjeim, mikor lesznek ezek láthatók, vagy hová tűntem. Hát nem tűntem el, sőt azok, akik figyelemmel kísérik a közösségi oldalaimat, Facebookot, Instagramot, azok láthatják, hogy aktívabb vagyok, mint valaha. Nagyon szép halakat tudtam fogni, nagyon különleges környezetben, nagyon vad helyeken is, és tényleg olyanokra, amelyekre bármelyikünk büszke lehet. De ezen képek alatt mindig ott van a kérdés, hogy vajon Gábor, ebből lesz film is? Örömmel mondhatom, hogy az esetek döntő többségében a kamera is ott volt velünk, készítettünk róla filmet, amelyet majd most a késő őszi téli időszakban, illetve a következő év koratavasz időszakában láthatjátok. Tudjátok jól, hogy idén töltöttem az 50. születésnapomat, és volt egy csomó olyan bakancslistás horgászat, illetve horgászhely, amelyet szerettem volna még ebben az évben abszolválni, és ezt az évet igazán emlékezetessé tenni. Így elsőként jó szívvel és örömmel mondhatom, hogy visszatértem 11 év után a Tiszatóra, oda arra a helyszínre, ahol a legsikeresebb horgászfilmsorozatunk, a Vadvízi Kalandok indult, és nem csupán egyetlen egy forgatás erejéig, hanem végighorgáztam az egész évet. Elkészítettünk egy olyan horgászfilmsorozatot, ami a Tiszató horgászati lehetőségeit egész éven át végig kíséri és bemutatja. Elsőként majd a tavaszi, majd később a nyári és az őszi etapokat láthatjátok, a tél az még leforgatásra kerül a közeljövőben. De nem véletlen vagyok itt a Dunaparton, és nem véletlen horgászom pont itt, a Parlamenttel szemben. Tudjátok jól, hogy a másik nagy szerelmem a Duna, ha csak tehetném, minden időmet a Duna valamelyik szakaszán tölteném. A másik nagy vágyam az volt, hogy szintén végigkísérjük a dunai horgászati lehetőségeket az egész éven át. A másik filmsorozatom, amely szintén elkészült, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, az a Duna 12 hónapját mutatja be, havi bontásban, hogy az adott időszakban éppen mire érdemes horgászni, és mit lehet fogni. De ezt még ebben az évben nem, hanem majd a 2022-es évben fogjátok látni, és végigkísérni ezt a fantasztikus kalandot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem hétköznapi filmek, nem hétköznapi élmények várnak rátok. Hogyha érdekel titeket, ha szeretnétek ezeket mielőbb látni, nyomjatok egy lájkot, és osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel.